lett volna egyszerűbb a NER-nek odaadni az ön intézményrendszerét? Nem lett volna egyszerűbb, az lett volna a bonyolultabb dolog, vegyék el, ha nem akarják a tisztességes utat járni. Az én dolgom nem az, hogy addig őrizzek valamit, amíg nem fenyegeti veszély. Tehát nem megengedhető, hogy jön egy fenyegetés, akkor pragmatikusan azt mondjuk, hogy neztek, vigyétek. Iványi Gábor lelkipásztor már 10 évvel ezelőtt is kapott levelet, amelyben azt kérték tőle, írja össze, kiknek adja át az intézményeit ingyen. A lelkipásztor szerint erős és egyenes üzenet volt, ha nem így tesz, baj lesz. Ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcastje. Bátori Róbert vagyok. A Metegyház nemrég a Beregi régióban a gazdasági kényszerhelyzet miatt új fenntartónak engedte át a helyi intézményeit, több településen is. Iványi Gábor a tavaly ősszel készült interjúnkban azt mondta, önként nem ad át semmit az államnak. Ön adta Orbán Viktort és Lévai Janikót össze, illetve az első két gyermeküket is, Ráhelt és Gáspárt is önkeresztelte meg. Azt korábban már elmondta, hogy sosem voltak Orbán Viktorra puszipajtások. Milyen volt az önök kapcsolata? Emlékszünk talán, hogy kimentek Prágába, tehát valami olyan világos, határozott, akciózós politizálás volt ez, mint amit most a kétfarkú kutyapártnál is látunk olykor. Orbán Viktor kifejezetten talpra esett, nagyon, nagyon jó szónok, nagyon jó debattőr és nagyon bátor kiállású fiatalember volt, és ígéretesnek láttam az ő kiállását, akkor is, hogyha egy kicsit zavaró volt, hogy túl soknak bizonyult, ő túlságosan is gátlások nélkül próbált élre törni, de ez betudható volt tapasztalatlan fiatal korának, ugye én akkor egy jó 10-essel öregebb vagyok, és akkor már túl voltam sok mindenen a 70-es években, lelkészként is üldözött kis egyházacskámban, hátam mögött felfüggesztett börtönbüntetéssel, kilakoltatásokkal, tehát volt tapasztalatom, és azt gondoltam, hogy itt van a hamvas ifjúság, és majd ők sikerre viszik az ügyeket. Rokonszenves társaság volt nekem, és egy ilyen kölcsönös, barátságos tisztelet volt egymás iránt, nem jártunk össze, én amúgy sem vagyok egy összejárogatós típus, meg ebben a kis egyházamban kevés lelkésszel rengeteg különféle dolog volt, amin dolgoztam. Rendszerváltó Fidesz soha elképzelni nem tudtam volna, hogy egyszer ide jutunk. Azt próbálta tűzzel vassal kiverni belőlünk, hogy mi elfelejtve a múltunkat, mint a sose léteztünk volna, nulláról kezdjük el, és legyünk vallási tevékenységet végző egyesület, és onnan 2 év elteltével majd, mint új egyesület gyűjthetünk, egyesületi 1%-ot, és aztán közben vagy 5-ször megváltozott az egyházi törvény, de ma ott tartunk, hogy egy 4 lépcsős rendszerben, a 3. lépcsőn megrekedve, formálisan egyháza nevünk, de gyakorlatilag semmi olyan jogunk nincs, ami 1981-ben megvolt. Tehát ha most visszakapnánk státuszunkat, akkor ott lennénk, ahol 42 évvel ezelőtt voltunk. Mi a baj önnel? Mi a baj a Orbán Viktornak önnel? Hát, hogy hozzá hasonlóan szuverén ember vagyok, csak másfajta. Nem mindennel szemben, ami nekem esetleg nem tetszik, vagyok egy lázadó alkat. Hát öreg ember vagyok, már 72 éves, de azt nem szeretem, hogyha olyasmiben próbálnak diktálni, ami ellenkezik az alapvető emberi jogokkal. Mondjon nekem példákat erre. Hát itt van a menekült kérdés. Szóval, hogy én beálljak abba a sorba, hogy a menekültek veszélyt jelentenek, vagy most az Ukrajna-Oroszország háborúban, hogy ne tegyem nyilvánvalóvá, hogy ki az agresszor, és ki a megtámadott áldozat, hogy elhiggyem azokat a hazugságokat, mert durva, ordinári hazugságok, amiket Ukrajnáról terjesztenek. Nem tudok beállni ebbe a sorba, nem tudok beállni abba. Szóltak, hogy be kellene állnia? Igen, hogy vissza kéne venni ebből, nem is lelkész vagyok, hanem politikai tényező.
És mondta, hogy minden ember az, de hát van, aki gyáván kussol, és van, aki pedig megszólal. Most, ha szó nélkül hagyjuk azt, ami most történik, nem lesz Magyarország. Lehet, hogy jön háború, sajnos van az ember csontjaiban ilyen érzés. Persze, hogy egy ilyen ütköző állam, mint Magyarország, nem nagyon tud ebből kimaradni, de hogy megint rossz oldalon, és nekem ez fáj, és egyszerűen nem is értem, hogy amúgy értelmes emberek, mert nem buta emberekről van szó, értelmes emberek a maguk kapzsiságát és gátlástalanságát hogyan helyezhetik előtérbe most, mert nincs másról szó, ez az egész Putyin barátság, a különböző volt a posztkommunista államok diktátoraival való cimborasság, a keresztényüldöző Kína, még Törökország is ide tartozik, Azerbajdzsán, és nem tudom, kiket mondjunk még az álmában keresztény örmény katonatársát agyonverő nemzeti hős, akit kiadunk pénzért, ami eltűnt. Ez valamilyen förtelem, amiben az ember nem szólal meg, akkor abba a hibába csúszik bele, amiben a bibliai ókori világba is belecsúsztak, még a proféták is. Említette, hogy többször szóltak azért, hogy ezt nem kéne. Honnan jött ez a sugallat? Ezek üzengetések. Egyrészt én magam soha nem jelentkeztem, hogy mondani valom volna Ukrajna ügyében. Kétszer voltam képviselő, a második az egy tévedés volt már, rendszerváltás utáni első parlamentben, ez egy más ügy volt. Én nem vagyok egy hatházi Ákos, aki nagyszerű figura, és nagyon jól csinálja azt, amit csinál, és nem járom a világot árgus szemmel lesz, hogy hol követnek el valami gazságot. Én a szegény emberek közt járok, és látom, hogy mindennapi gondjaik vannak, hogy sokan éheznek, nyomorúságban vannak, és hogy az országnak egy jelentős százalékában gond, hogy cipőt vegyenek, vagy befizessék a villanyszámlát. Szóval, ha így valaki az orrom alá tolta a mikrofont, vagy fölhívott, hogy mi a véleményem erről, akkor elmondtam. Mik jöttek, és hogyan ezekben az üzengetésekben? Hát, mondjuk, ha vissza kéne venni, akkor kevesebb rosszat kellene mondani Orbán Viktorról. És én mondtam, hogy nekem nincs semmi különös személyes ügyem. Ha valaki nem csinál rosszat, én nem piszkálom. Engem nem az érdekel, hogy Fidesz, vagy DK, vagy egyéb. Tehát ez olyan üzenet, hogy megnézhetem, hogy mi lesz akkor a közösségemmel. Nem kapunk támogatást. Nagyon hamar kiderült, hogy szúrjuk azt, meg 2010-ben. Első intézkedések egyike volt, hogy a pályázaton nyert pénzünkből, amit az új kampuszunkra kaptunk, azonnal elvették az 1/3-át, annyi volt még szabad belőle. Majd kaptam egy levelet, hogy írjam össze, milyen intézményeink vannak, és írjam oda, hogy kinek ajánlom fel. Egyenes üzenet volt arra, hogy baj lesz, és pillanatok alatt elvették a kiegészítő támogatást. Miért nem állt be a sorba? Nem szoktam beállni egyrészt semmiféle sorba, hanem azt gondolom, hogy az embernek végeznie kell a dolgát, és egy normális társadalomban vannak jogok, jó törvények, amik alapján lehet működni. Nem lett volna egyszerűbb a NER-nek odaadni az ön intézményrendszerét? Nem lett volna egyszerűbb, az lett volna a bonyolultabb dolog, vegyék el, ha nem akarják a tisztességes utat járni. Az én dolgom nem az, hogy addig őrizzek valamit, amíg nem fenyegeti veszély. Tehát nem megengedhető, hogy jön egy fenyegetés, akkor pragmatikusan azt mondjuk, hogy neztek, vigyétek. Az, amiért évtizedek óta dolgoztunk, amik közül több volt olyan, amit már például a főiskola és a rendszerváltás előtt 87-ben alapítottunk. Az én dolgom az, hogy mindvégig, amíg eszköz van, amíg egy nap van még, addig én védjem ezeket az értékeket, és így adjam az utókornak, az utódaimnak azt a gondolatot is, hogy egyszer ők is így mindent feláldozva, már régóta nem veszek fel fizetést, nyugdíjas feleségem tart el engem, nem erről szól a történet, hanem valamit alkottunk többekkel együtt. Előttem vannak azok a kis arcok, gyerekek, akik az utcáról jöttek, szétesett családokból
jöttek, azok a lányok, akik gyerekfejjel szültek az egyik iskolánkban. Van egy ilyen családi napközi, hogy az utcáról bekerült tizenéves lányok, még nyolcadikat sem végzett lányok behozzák a kisbabájukat, ott megszoptatják szünetben, és közben pedig az iskolapadban ülnek, és látom, ahogy kinőnek közülük olyanok, akik leérettségiznek. Látom azokat a fiatalokat, akik enélkül nem kaptak volna diplomát, akiknek álmaik vannak, akik tovább tanulnak, és egy méltóbb világ felé indulnak el, ami Maruzsa államtitkár szerint nem megtérülő befektetés, de ő neki fogalma nincs arról, hogy mi az emberi érték, vagy aki azt a tanácsot adta, hogy ha nincs pénz, akkor szedjek tandíjat. Adott hasznos tanácsokat? Nem, semmiféle hasznos tanácsot nem adott, csak azt hajtogatta mindig, hogy a járulékot be kell fizetni, amit befizetnénk, hogyha nem vették volna el a teljesen alkotmánysértő módon a kiegészítő támogatást. Mindenki tudja, hogy az államtól átvállalt feladatok költségvetésében a 40% a kiegészítő támogatásból jön össze, 10% körülbelül pályázatokból és 50% az alapnormatívából. És ezt elvették, és nem hajlandók erről tárgyalni, se pedig a Magyar Alkotmánybíróság többségében fideszes bírákkal megállapította, hogy alkotmánysértő volt a jogaink elvétele, és 2012. január 1-ével vissza kell állítani az egyházi státuszunkat. Tisztességes megállapodás, soha nem kaptunk az egyházra magára külön semmiféle támogatást, nem is igényeltük, nem fogadtuk volna el, de ahhoz ragaszkodtunk, és ezt ma is mondom, hogy az államtól átvállalt feladatokért, ami jár, azt ki kell fizetni. Mi megdolgoztunk ezért, és jó munkát végeztünk. Tehát Maruzsával arról nem lehetett volna semmiféle vitánk, hogy mi 40%-kal olcsóbban csináljuk meg azt a munkát, ami akkor is fillére ki volt számolva. És mi azért vállaltuk ezeket az ügyeket, nem a közoktatásban akartunk részt vállalni, hanem a vidéki szegény gyerekek oktatásában. Tehát itt nem arról van szó, hogy bárki tudna nekünk fizetni, hanem arról, hogy mi fizettünk, most nem azért, hogy jöjjön a gyerek iskolába, de esetleg azért is, mert lehet, hogy biztosítani kell a beutazását, hogy meg kell venni a tornacipőjét, hogy a család a gyerek révén gondjaival hozzánk jön, családok százai vagy ezrei vannak, akiknek időről időre vagy élelmiszer csomaggal, vagy ruhával, vagy temetés költségeinek átvállalásával, vagy télen tűzifával segítettünk annak érdekében, hogy valahogy létezni tudjanak, mert leíratatlan nyomorúságban vannak a végeken. Na most tőlük tandíjat szedni, miközben nem adják ide azt a pénzt, ami egyébként járna, és azért veszik el az egyházi státuszt, hogy ahhoz van kapcsolva ez a kiegészítő támogatás, hogy ezt ne kelljen fizetni, és közben azt látja az ember, hogy luxusjachton hajókáznak, hogy közpénzből fölvásárolják az országot, bel és külföldön szórják a pénzt, és közben erre nem jut, és én nekem mondjuk be kéne állni a sorba, és hallgatni erről, vagy menni Győzike és Kisgrófó között vive egy molinót a CÖF fölvonulásán, és akkor békén adnának, vagy odagurítanának pár milliót. Most nem csak arról van szó, hogy gyomrom kifordul a gondolattól is, hogy én ilyesmibe részt vegyek, de hát hogy számolnék el az örökkévaló előtt azzal, hogy ebben a korban éltem, és egy szavam nem volt arról, ami itt történik, hogy mi lesz Magyarország jövőjével, hogy milyen a jelenlegi megítélése a környező világban, vagy egyáltalán a világban, hogy a botrányok botrányai, amik hozzánk kötődnek, és szégyeli az ember olykor, hogy ő is magyarnak számít. Nem akarok neveket mondani, hogy kiktől jött üzenet, de fontos személyektől, akik hát olyan olyasmiket üzengettek, hogy mik azok az előfeltételek, amik alapján esetleg hajlandóak lennének tárgyalni, akik
akinek mindig azt üzentem vissza a közvetítőkkel, hogy nincs miről így. Mik voltak ezek a feltételek? Egyrészt, hogy el kéne intézményeket engedni. Most is ez történik, hogy miután olyan intézményeket, amelyek senkinek nem kellettek, kiürültek. Ilyen például az a Bajkéri intézményünk is, ahol most nem tudom én, 400 gyerek van, csak mondtam egy számot, mert pontos számot nem tudok, ahol többféle szakmát oktatunk, ahol sajátos nevelési igényű gyerekek sokasága van, akikből embert faragunk, akik aztán leérettségiznek, szakmát szereznek, rengeteget kínlódnak velük a kollégák, egy nagyon jó hely lett. Mikor átvettük, akkor 50 gyerek se volt benne. Gábor, ezeket az intézményeket már akkor kérték, hogy esetleg el kellene engedniük, amikor ezeket már rendbe hoztak? Persze, hát ugyanúgy jártunk itt is ezen a területen. Ez egy szeméttelep volt, ami nem kellett senkinek. Egy éven át csak hordtuk le róla a szemetet, a törmeléket. Több mint 300 fát elültettem, parkosítottam, ebben megállapodtunk, és akkor megindult egy mozgalom azért, hogy vegyék el tőlünk, mert maradjon meg csak szűken a templom a környéke, nem? Mindennel így jártunk tulajdonképpen, ami nem lep meg igazán, de hát mégis azt gondolom, hogy mindenkinek magáról a nulláról kellene inkább. Hát hányan voltak, akik felszerelt működő intézményeket kaptak meg, kizárólag romhalmazokat, másra alkalmatlan volt gyárépületeket. Tehát a központunk, ahol az egyház központunk van, meg a Wesley főiskola, egy kiégett mészárszék volt eredetileg. Adtak át így vagy úgy intézményeket a NER-nek vagy a kormányzatnak? Még nem adtunk át eddig semmit. Nem tudom, mit hoz a holnap, mert a mostani legradikálisabb lépésekkel az egész alapnormatívát elvették, tehát nem tudtam az elmúlt 3 hónapban rendesen fizetést adni, csak segélyeket. Hát teljesen értem az embereket, akik azt mondják, hogy jó, hát szeretnek, meg szívesen dolgoznak itt, meg életük nagy élményes, aki elmegy, sokszor sírva megy el, meg kell élni. Megértem őket, és tényleg azt gondolom, az Isten meg fogja verni ezeket a gazembereket, hogy ilyen módon kényszerítenek ki törvénytelen dolgot, mert el se vehetnék a teljes költségvetést, de hát ki mint vet, úgy fog aratni is. Így fognak bánni velük is egy napon, mert eljön az ő idejük is, amit én nem kívánok, de nem lesz irgalom. Kormányzati szereplők, vagy tágabb körben a NER tagjai voltak azok, akik szabták ezeket a feltételeket, amelyek a későbbi tárgyalásokhoz vezetnének? Nem tudom, mert mi a NER, ugye nyilván az egyszerű félelemből vagy butaságból odaszavazó ember is része a NER-nek, és része a NER-nek az a politikus hivatalnok, akiből szintén kétféle van. Az egyik, amelyik kényszerűségből van ott, és amelyik a teheti, akkor irgalmasan cselekszik, és én ezt sokra becsülöm. Csalódott Orbán Viktorban? Nem vagyok egy csalódós típus. Szomorú vagyok inkább, vagy hogy mondjam, egy kicsit gyászolom azt a fiatal embert, aki elég hamar kiütköztek azok a tünetek, amelyek mára egy gyógyíthatatlannak tűnő dologgá lettek. Egyrészt ez a mérhetetlen dőf és önhitség, aztán hogy azt hiszi, hogy a politika arról szól, hogy minden megengedhető. Nem erről szól a politika, hanem a politika arról szól, hogy minden válságos pillanatban találunk kiutat a jó megoldás felé, és nem arról szól, hogy bárkit átejthetünk, és nem kell tartanunk a szavunkat, nem kell ragaszkodnunk a szövetségi rendszerünkhöz, hanem azt meg árulásnak nevezik, és ezt nem mi döntjük el, hogy amit csinálunk, az mi, hanem a közvélemény, meg vannak általános elvek, amik alapján valami ennek vagy annak minősül. Sajnálom, ez egy nagyon tehetséges ember, egy nagyszerű feleséggel az oldalán, aki én szerintem, hát az asszonyok sorsa, amikor a sodródás, de egy nagyszerű ember is, hát szép családja van, nem szabad ennyire telhetetlennek lenni semmiben. Nagyon jót tenne a Magyarországon is, az lenne, hogy nem lehet 2 ciklusnál többet miniszterelnök valaki. Tovább megyek, hogy az, hogy minden féket, ellensúlyt kilőttek, ennek a vége csak tragédia
lehet, amiben a felelősséget majd nem akarja ő se vállalni, mint egy sosem szokták vállalni, vagy beismerni, hogy a bűnös gőg és felfogalkodottság vitt oda, vagy az, hogy nem volt semmi súlya a tanácsadóknak. A Biblia szerint a jó király emlékezetes döntései mögött a tanácsadók sokasága van, mert nem kell mindenhez értenie a vezetőnek, csak jól kell döntenie, és boldog az a vezető, aki minél több tanácsot meghallgat, és abból összeáll benne az, ami alapján a legjobb megoldást kiválasztja, de ő úgy tűnik megint mindent tud, és mindent jobban tud mindenkinél, és az egész világnál jobban tudja, mert... Miért sajnálja a feleséget, Lévai Anikót? Emberként, és lelkipásztorként is, vagy amennyire őt ismerem, az a benyomásom, hogy ő sodródik, és hogy benne van egy olyan helyzetben, amiből nincs kiút a számára. És ilyenkor az ember kénytelen alkalmazkodni. Mikor beszéltek utoljára Orbán Viktorral? Ön próbálta keresni? Nem, ez nem is működik így szerintem, hogy most elkezdje kilincselni és üzengetni, hogy valaki szóljon már neki, hogy beszélnék vele. Véletlenül összefutottunk valahol, akkor előfordult, hogy egy-két szót váltottunk, de ennek hát most sokat mondok, hogy minimum több mint 10 éve, mert mióta kormányon van, nem beszéltem vele. Előtte is véletlenül, hogy Dohány utcai zsinagógánál valamelyik zsidó ünnep alkalmával én várakoztam a kezdésre, és akkor ő csapatával érkezett, és oda jöttek hozzám, és kezet fogtunk, és ilyen szerbusz-szerbusz-szerű valami, de beszélgetni nem beszélgetni. De ha beszélgetnének, akkor lenne mit mondania neki? Biztos, hogy lenne. Biztos, hogy kísérletet tennék arra, hogy elmondjam, szabad polgárként, és nem is mint lelkipásztor, de mivel az ő számára fontos, hogy ő keresztény, ahogy állítja, hogy el kellene mondanom neki, hogy a keresztény nem az, akinek erről papírja van, vagy aki egy táborhoz, egy színes táborhoz tartozik, ami nem homogén, hanem a keresztény az, aki olyan, mint Krisztus. Ez azt jelenti. És hogy a minta ő, és meg szokta kérdezni a döntései előtt, hogy az ő helyében mit tenne Jézus, a názáreti zsidó Jézus, akit hát többen messiásnak, ugye a messiás görög megfelelője, a Krisztus messiásnak tekintetek, és a messiás sem egy elvont vallási figura, hanem aki helyreállítja az igazságot és a rendet a világban. Miért érzi úgy, hogy olyan utasításokat kell adnia, hogy szét kell verni azt a munkát, amit én tulajdonképpen 50 éve csinálok már, mert nem erre készültem, egy másfajta bezártabb, irodalmibb életforma jobban megfelelt volna, de úgy száguldott el ez a fél évszázad, hogy alig maradt időm másra, mint hogy ügyekkel bajlódjak, hogy egyszerű szegény emberek életét tegyem élhetőbbé, amennyire rajtam áll, és úgy hirdessem az igét annak, aki meghallja, hogy segítsek neki túlélni, vagy más életet élni, vagy egyszerűen csak az élet terheit elviselni addig, amíg itt lehet. Mennyivel tartozik önöknek a magyar állam? Nagyjából 1000 alkalmazottról beszélünk, nagyjából 20 000 embert, családot, gyereket, rászorulót látnak el. Be tudja fizetni az alkalmazottak után a járulékokat? Úgy vagyok vele, mint ahogy nagyon sok állami, nagyon sok iskola hasonlóképpen van. Járulékot nem mindig tudnak befizetni. Amint tudunk, fizetünk. Tehát én tudom, hogy ez be kell fizetni. Mindenki be van jelentve, és amikor tudunk, fizetünk, és ha valaki kilép, rendezzük a dolgait, de ebből az 50%-ból úgy, hogy elvették a kiegészítő támogatást, nem indulhatunk pályázatokon, amik egyházak számára vannak kiírva. Valójában csak az alapnormatíva és az egyéni adományok azok, amikre támaszkodhatunk. Nem megoldható, hogy rendszeresen kifizessük a járulékot. A nettó bér kifizetése az havonta 220 millió forint ennek az 1000 embernek, és ez éppen, hogy kijön az alapnormatívából. Most akkor nem számoltam még az egyéb dolgokat, azt, hogy minden gyerek
napi háromszor étkezik. 3000 gyerek a közoktatásban, hajléktalanok, kórházban, idős otthonokban lévők, legalább másik 1000 ember, vagy még több. Nagyjából úgy vagyunk, mint az egész szegény ország, hogy azt nézzük meg, hogyha mindenki evett, ruha van rajta, és nem fázik meg, akkor utána jön a többi. Nagyon érdekes, egyszer diákjaimmal ültem le megbeszélni, hogy hogy is élnek, és mindenkinek fel kellett írni, hogy mennyi reggelizett aznap. Hát a végén összeállítottuk, hogy mennyi a bevétel, mennyi a kiadás. Meglepődtek, hogy a két oldal között mekkora különbség van, és akkor mondtam, hogy kezdjünk el húzni tételeket, vagy az, amit nem fizetünk be. És jött először a közüzemi számláknak a sorra, tehát ahogy a szerencsétlen szegény emberek vannak, hogy a végén nincs villany, a víz ki van kapcsolva, hát pár éve ugye Oszt környékén vizet hordtunk, meg tiltakoztunk, mert elzárták a kutakat is még. Nem lehet máshogy életben. Tehát a járulék nem mindig fér bele, kész. A járulék nem mindig fér bele. Ez nem csalás, nem arról van szó, hogy másra fordítjuk, semmi másra nem fordítjuk, mint a fizetésre, a megmaradt pénzt, és kenyérre, gyógyszerre, a kórház miért gyógyszerre és tanszerre. Tudják azt egyébként az alkalmazottak, hogy a járulék az... Hát ez van. Hát tudják, és aggódnak emiatt, de eddig még mindenki, ki nyugdíjba akart menni, nyugdíjba ment, aki táppénzre és gyesre, és nem volt semmiféle fennakadás. Hát fenntartót terheli mindez. Rá is van terhelve minden ingatlanunkra már jelzáló. Ezen a templomon van jelzáló? Szerintem ezen is van. Úgyhogy lehet, hogy egy napon elkezdik elárverezni a fejünk körül a templomainkat is. Az állam félrevezeti a közvéleményt, mert ugye nem tartozunk semmivel, mondták 2015 előtt is. Letiltották ugye az 1% szerzését, és letiltották a kiegészítő támogatást. És ezért mi bepereltük őket Strasbourgban, a pert megnyertük, 19-re, ha jól emlékszem, 19-re fizették ki azt, amit hajlandóak voltak elismerni, és jogászaink azt mondták, hogy menjünk bele, mert a végén ezt se fogják kifizetni. Mekkora volt az az összeg akkor? Több részletben fizették, és nem tudok pontos összeget mondani, néhány milliárd forint volt. De ebből mi rendezni tudtuk a járuléktartozásunkat is, tehát nullára kerültünk. Ebben benne volt a becsült összege az 1%-nak, amit nem gyűjthettünk, tehát elismerte a magyar állam, hogy alkotmánysértő módon fosztott meg az 1% gyűjtésétől, és vette el a státuszunkat, kifizette a Strasbourg által jóváhagyott összeget, majd ugyanazt csinálta, pontosan ugyanazt, mint előtte, 2015, illetve 16-tól 15-ben már nem szedhettünk megint 1%-ot. Hajszál pontosan ugyanazt csinálta, amiért a pert elindítottuk, nem adta vissza a státuszunkat, ehhez csinált egy olyan egyházi törvényt, ami négy lépcsős, amiben az, hogy most bejegyzett egyház vagyunk, tényleg egy paródia, egy vicc, mert semmit nem jelent. Nem jelent, hogy bejegyzett egyháznak nevezhetnek bennünk, hogy benne van, mert van a nyilvántartásba vett egyház. Az egy még alacsonyabb státusz. Az egyházi státusszal járó jogokat nem kaptuk vissza, és ezekre szükség van ahhoz, hogy az államtól átvállalt feladatokat végezhessük. Lehetett volna ezt jobban csinálni? Biztos lehetett volna, erre gyorsan válaszolok, mert nem vagyok önmagamtól elragadtatva. Csak nem tudom pontosan, hogy lehetett volna jobban csinálni. Hát, hogy javított volna a dolgon az, hogy diplomatikusabban vagyok tartózkodó, hogy ha megszólalok, akkor vigyázok rá, hogy nehogy ironikus legyen. Valahogy érzékeltetni kell azt is, hogy emberek vannak ott a hatalomban, és nem félistenek, akiktől remegni kell az embernek, és hogyha valami nem tetszik nekik, és ezért bántanak, akkor azt törvénytelenül teszik. Nem tudom megmondani, az előbb még kérdezte, hogy most hogy áll a dolog, de a NAV szerint mi 1,5 milliárddal tartozunk, hát már nem annyival, mert mindig mindent leránt rólunk. A magyar állam meg mondjuk 15 milliárddal tartozik nekünk. Most erre sem én azt mondja, hogy nem tartoznak semmivel. Tehát ez Szófia, egy üres beszéd, mert ugyanezt mondták
amikor Strasbourgba mentünk, csak az a helyzet, hogy azóta akkor lehet Strasbourgba menni, ha minden magyar lehetőséget kimerítettünk, és túl vagyunk első, másod, harmadfokon, alkotmánybíróságon, és utána mehetünk Strasbourgba. Újra kezdik megint? Hát kénytelenek vagyunk, leszünk, ha még leszünk valameddig, de akkor is, ha eltaposnak bennünket, akkor is utólag is kénytelenek leszünk mindent megmozgatni, hiszen nem akarunk senkinek adósai maradni. Még egyébként a magyar államnak se, akkor sem, ha látjuk, hogy herdálják azt a pénzt. Tehát nem az fáj, hogy ők nem tudnak iskolákat fenntartani, és ezért ki kell csavarni a pénzt a kezünkből, hanem mondjuk Mészáros Lőrinc jachtjának egy tankolása 81 millió forint, egy nap a kikötőben 27 millió forint, ha igaz, nem értek ez a dologhoz, tehát egy heti hajókázás az nekünk mondjuk egy fél éves költségvetésünk, és valamiből ezt is teljesíteni kell, hogy ők hogyan adóznak, hogy ők mit fizetnek be, azt meg kellene nézni a navosoknak, amikor lerohantak egy évvel ezelőtt bennünket, javasoltam, hogy menjenek inkább Felcsútra, és a környékére, vagy a kormányban tekintsenek szét, hogy az oligarchák mit csinálnak, és hogyan adóznak. Az történik, amit Orbán Viktor szeretne ebben az országban? Kizárólag az történik, mert senkinek nincs külön mozgástere, és nem igaz, hogy ő nem tudja, hogy mi történik. Az is hiba lenne, ha nem tudná, és nem olyan valaki, aki nem akarja tudni, nem olyan valaki, aki megengedi, hogy más döntsön ő helyette. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a MET-től megvonják az egyházi státuszt, törvényeket alkotnak azzal kapcsolatban, hogy ők mondhassák meg, és mik alapján, hogy mi számít Magyarországon egyháznak, majd razziázik a Dankó utcában önöknél a NAV, az mind Orbán Viktor? Mind Orbán Viktor. Hát se a NAV-nak, se a belügyminiszternek, egyetlen miniszternek, se senkinek nincs semmiféle mozgástere. Palok Zoltánnal beszélgettem nem olyan régen, ugye azóta püspök már erről, hogy hát ő megtett mindent, de hát nem tett meg persze, és csendben meg tudtunk egyezni abban, hogy semmiféle mozgástere nincs. Csak az kérdés ilyenkor, hogy miért marad valaki. Akkor miért nem áll fel, és miért nem mondja azt, hogy ja, így ezt nem vállalom. Bírja még ezt? Testileg, lelkileg? Az a helyzet, hogy épp most gondoltam erre, hogy azért 50 évvel ezelőtt, akkor is, hogyha bíróság előtt álltam, meg fölfüggesztett börtönt kaptam, meg házkutatásokon estem át, jobban bírtam. De hát 50 évvel fiatalabb voltam. És hát van egy szavatossága a szervezetnek is, ami lejár. Nincs bennem harag emiatt. Viszonylag jól bírom a stresszt, és elveszíteni a fejemet nem nagyon szoktam, de néha úgy vagyunk, hogy a lélek kész, de a test erőtelen. Mondhatjuk azért, hogy az egészségének nem tett jót az elmúlt 13 év? Biztos, hogy nem tett jót. Lelkemnek nem ártott. Ez volt a Selfie itt a Szabad Európán. Báthori Róbertet hallották. Köszönöm figyelmüket.